Kérem szépen, itt már azért a látószög is más, egy kicsit. Meg a háttérzel arra vagyok majd kíváncsi, hogy most milyen a háttérzel, szerintem sokkal csendesebb ez a gép. Most láttam, hogy itt vannak toronydarú alapok. Ez azért ismerős már, aki követte videóimat, ezek toronydarú platformok. Ezek az alapjába be lesznek betonozva az alapjába ezek a toronydarúnak, és ezek lesz felszerelve, felállítva a toronydarú. Hát igen, az egy pontó cég ez a Rai. De most jó szét van kapva ma az a gyár, azt azért elmondom. Na jó szét van kapva. Ez már itt az építési rész, ott egy tetter van elől. Kinyújtó szódót már betonoznak be. Valami nagy alapot betonoznak be. Itt, ahol azok a sárga részek vannak, az már tele van a cölöppel. Itt már volt valami cölöpözés is. Előtte szerintem még jön ide cölöpverőgép, mert nem létezik, hogy erre területen ne rakjanak cölöpöt, bármilyen épület, hanem minden épületre cölöpöt raknak. Úgyhogy... itt már közel vagyunk a Heathrow-hoz, itt percekkel szállnak le a gépek, ott is távolba, szinte a házak tetején súrolva már szállnak le, ereszkednek le a repülőtérre, és percenként, mert most látjuk, hogy most elment az, és egy percen belül jön a következő mindjárt. Persze itt a vasasoknak van egy területe körbekorlátozva, mert vasat hoztak ott, ahol a annak szerintem annak csinálja a helyet most a gép, annak a vasalásnak. Úgyhogy... azt fogják oda szerintem lepakolni. Telítés van, szerintem ide cölöpözés fog jönni, mert túl vastag ez a anyag, szerintem ide valami cölöpözés, cölöpöző gép még vissza fog jönni. Ide. Itt a csík vannak itt. Ezek már ott a komport hitacsi, látszik milyen rövid fara van, meg a másiknak is, amelyik ott szembe dolgozik. Én amivel dolgozom, még ez a régebbi platform, ez a nyújtott hátsó részű, ez még a hagyományos gép, ennél még én, amivel most vagyok, amiben ülök most, ebben még figyelni kell a fordulástól. Az már nem fordul ki a síkjából, a lázal síkjából. Az már nem fordul ki, ez még kifordul. Ott jön a következő repülőgép. Száll le. Jó vastagon van megterítve, szerintem ide még, de majd meglátjuk. Van egy csomó cső, akna. Hát van itt ebben olyan, hogy elnézem. Van itt meló, és így mindig több lesz, hogy a bontó cégek adják át a munkát. Annál több meló lesz itt, gondolom, mert ugye most még itt ez az építés zajlik, ez a részen, ez a kis sarokban még csak, de hát mekkora ez a terület, ez a Nestlé gyár, ez iszatos nagy. Hát valaki megnézheti, ha érdekel valakit, ez Hayes-ben van a Nestlé gyár, rá lehet keresni a Google-in, műholdas felvételen nagyon jól látszik, hogy hol dolgozok.
műholdas felvétel nagyon jól látszik, hogy mekkora ez a gyár. A Google-n meg lehet nézni. A Google-n a Maps-on meg lehet nézni. Ezek már bombáznak itt szét mindent. És ezt úgy kell szétszedni, egyébként látszik, hogy szét kell várni, őnek itt kell szétvárni a géppel a vasat és a betontörmeléket. Ez az ő feladatok a géppel szétvárni. Tehát az, a bontó bontásnak az a nagyon-nagyon nagy lényege, hogy embernek ne kelljen hozzányúlni az anyaghoz, ott rakja az is, már várja szét a vasat a csipegetővel. Embernek ne kelljen hozzányúlni ezekhez a bontásnál a cuccokhoz, mert a legveszélyesebb az kiválogatni a vasat, nem tud megállni, nem tud eltörik a lába, stb. Nagyon-nagyon veszélyes a bontás, és ezért mindenféle válogatás, minden gépen csinálnak mindent. Az a lényeg benne, hogy gépen csinálnak mindent. Szerencsé, hogy parkoló van itt belül, mert az utca rezidentes, ott ha megállnék, megbüntetnének kint. A területen kívül fizetős rezident park, csak a rezidentek állt, így laktól azok állhatnak meg. Na. Időben hogy állunk? 9:30 van. Három hitacsival itten, az egyik az Orbitától, a másik az Masterzontól, meg ez egy harmadik cégtől. Tehát itt három helyről bérelik gépeket. A következő gép már most ereszedik le. Faszra lehet itt lakni a házak fölött ereszének le a gépek, mi? Nagyon faszra lehet itt lakni. Hát itt már a beton már félre van válogatva, az a fekete föld mögött az a betonkupac, az már csak arra vár, hogy jöjjön valami zúzó gép és bezúzzák. Ugye itt a fekete föld is félre van, külön van, itt a gyökerek külön vannak meg ez a kupac, ez gyökérkupac. Gondolom, hogy fagyotra itt oda félretették, aztán ott van a vaskupac. Tehát itt külön-külön kell mindent válogatni. És embert nem is látod, aki dolgozna, tehát egyetlen egy dologos, melós, lapátos ember nincs nekik. Tehát a bontó cégeknek, mert mindent gépet csinálnak. Mindent. Ugye a gépbe kötelező nekik rács van a fülke előtt, ugye tudjuk milyen az, amikor rács van a fülke előtt. És hát az a legbiztonságosabb hely, nyilván. Csávó mit küzde vele a beton szallal itt a sarokban, már üti már 2 órája, már régen szét kellett neki verni ebben a nagy böszmegéppel.
Hát én vétül lábatónál az elég csak elfektettem volna már. Csak elfektettem volna már, mert akkor könnyebb szétütni. A lábait meg kellett volna ütni, szét megrogyasztani, aztán elfektetni. Hát nem fogja semmi szinte már. Ekkora bösz van a kalapáccsom a géppel, szenvedem vele a kis picsa kis gerendás tartóval. Láttam, hogy van itt az úzógép, ott az a sárga, a platform látszik, ahol pakolni kell be a betontörmeléket, van itt az úzógép, ott az a sárga, a kupasz mögött. Hatalmas volt az a Nestlé gyár, iszonyatos nagy. Iszonyatos nagy volt az a Nestlé. Reggel mentem oda, azt mondja a csávó, a portás, hogy két munkatelet van, valószínűleg az a másikra kell menni, menjél körbe. Hát ide jöttem, és azt jött ide egy ember, hát mondta, hogy ide kellett jönni tényleg. Most pedig mutatnék egy érdekes dolgot. Kérem szépen, ez egy csokoládé kóstoló csomag. Azt mondja, van benne egy kettő csokoládé, van meg kettő-kettő van benne mindegyikből, azt mondja, egy 6 féle, 12 tábla csokoládé van benne. Ez azt mondja, tejcsokoládé, toffi, tengeri sóval, 85%-os fekete csoki, ez málnával, 70%-os fekete csokoládé málna darabokkal. Ez 70%-os fekete csokoládé, ez fehér csokoládé eper darabokkal, ez pedig sima tejcsokoládé. És nézzük meg ezt a csomagolást. Tehát eleve így nyílik, tehát így nyílik, eleve így nyílik. A másik oldal is le van ragasztva, van a... Így nyílik. Gyönyörű szép csomagolása van neki, minden csokoládé megvan a leírása itt. Itt levél van írva, itt pedig van egy ilyen tájékoztató oldal, aztán minden csokoládén, ha kibontjuk, itt hátul is van egy tájékoztatás mindegyikről, ha kibontjuk a csokoládét, kibontjuk a csokoládét, és megesszük, mint az önmosztaszam. A csokoládéton is van rajta a Fordnak, ahol csinálják, egyik munkásának a bemutatkozása, fényképes a bemutatkozása. Minden papura. Na most! Ami igazán érdekes, ez a egyedülálló és elképesztően... Lori? Ez a csomagolás, ez a remek csomagolás, ez a fantasztikusan egyedülálló és remek csomagolás, bármilyen furcsa, Gánából jön ez a sopádé.
ez gyánából jön ez a csokoládé válogatás, ilyen csomagolásban. Azt hiszem lehet ott tőlük tanulni. Vagy ők megtanultak valamit. Kérem szépen, szóval ez csomorolás. Ez csomorolás. És ez mindenben, minden ami létezik, a felbontás, minden. Farmers, azt mondja, in Ghana. Na. Ezen aztán minden rajta van. Tájékoztatásról, gyönyörű szép, nagyon finom csokoládé egyébként, minden darabja. Szóval... ez példa mindenkinek. Ez példa lehet mindenkinek. Kérem szépen. Isten kársa, ez például málna darabokkal. Hmm. 70%-os fekete sokű, 70%-os kakaótartalmú, és málna darabokkal. Gána. Hangsúlyozom. Nemzeti motívus minden, papírom, dombornyomot, nyomás. Ennyi. Made with the best of the best cocoa from Ghana. Nincs mit hozzáfűzni. All natural, 100%-os tiszta kakaóval, vegetarian, no palmaolaj, no színezék, no GMO, az nem tudom mi. Na. Meg kell egyet még egyet. Ez eper darabokkal van a fehér soki. Gyönyörű. És finom. A mai reggelim, kérem szépen, múlt héten Morrisonsban voltunk bevásárolni, ne lényegre unalmas Lidli tegyem. Hát és a nagy kedvencem, kérem szépen, a rakott nyelv. Hát ez gyönyörű. Egy gyönyörűség, amúgy, imádom a rakott nyelvet. Kérem szépen,
Az igen. Hát jó. Hey, buddy, how's your car? I drive it. I drive it, no problem. No. Okay, I need to split the brakes for men to be going as well, yeah? I need to split the brakes, buddy. You're not allowed to eat in here anyway. Yeah? No, Barris won't let you eat your lunch there. We have canteen in there, yeah? Yeah. I have another wagon to unload. I was unloaded. James, okay. Yeah. No, seriously. You have canteen in there. Nice big canteen. Everything's in there. Go on. There's a set of change in that yellow box just over there, but I don't... Azért ebben a kanálban majdnem belefér az a gép, amivel dolgoztam az utóbbi két hónapban. Egy nagy böszme kanála lenne. Azt az Úristen. Tök furcsa most ebben a gépen dolgozni. Nagyon régen. Ja, a 40 tonnás Volvo utoljára a nagy gépben dolgoztam, igen. Utána már csak ilyen kisebbek kell. Ja, a 40 tonnás Volvo volt. A távolban az a Hitachi, amelyik ott áll a távolban, ott a sárga dömpertől balra, nem ez a nagy gép, mert ez egy dúzen, amely erre van, a távolabbi gépet mondom, annak épp most szereli fel a gumipapucsokat a láztalpára. Gondolatúj gumi papucsorat tesznek fel minden láztalp elemre. Hát gondolom, hogy valahol el kell majd neki dolgozni, hogy tudjon mozogni nem csak terepen, hanem aszfalton is. Annak most, amelynél ott villor lámpája. Megemelt a láztalpot a géppel, és szépen szeretik rá darabonként ezeket a papucsorat. Gumibetétes papucsokat.
Na szóval, ez az új munkahely, ez tetszik nekem. Elég jó hely lesz én szerintem, legalábbis remélem. Sikerült egy-két finomsággal bemutatkozni. Olyan dolgokról, ami tényleg azt mutat, mondj, látják, hogy az ember azért nem ma kezdte a szakmát. Úgyhogy remélem, hogy hosszabb távú lesz a dolog. Majd meglátjuk. Nincs messze, otthontól szerintem fel annyi idő alatt oda hazaérek. Innét. Ott bent van az adott beállalós tettet, Ivanyú. Nagyon érdekes, reggel jött velem együtt új felvételesnek négy indiai gyerek. Kérdeztem tőle, hogy minek jöttem ezt betonozni. Egy nagyon érdekes dolgot elmondanék, hogy ugye van ez a hát grand worker, vagy segédmunkás, kubikus szakma. Most az építőiparban ez egy nagyon összetett dolog. És itt szakosodtak. Itt. Magyarországon nem, érdekes módon, itt szakosodtak. Például ezeket a nagy toronyházaknak a betonvázát, amikor be kell betonozni, mert az alapot be kell betonozni, a tetét le kell húzni nagy felületen simára, mert úgy be kell vibrálni, hogy ne legyen darásfészkes, hogy az a betonozás az tökéletes legyen. Ennek a szakmának a mesterei az indiaiak. Szinte mindig indiaiak betonoznak. Azok a betonozásnak az ő szekciójuk. Máshol is ott vannak, de a betonozásnál szinte csak indiaiak vannak, akik lehúzzák simán a tetejét, bevibrálják, bebetonozzák. Most is ez a négy indiai srác ezért jött, valószínűleg, hogy más munkaterületről irányították, mert ma van egy betonozás, ott egy alapot betonoztak elől. De az indiai szekció. A vasalás, a vasbetonszerelés, ami egy nagyon-nagyon nehéz munka, és nagyon nagy gúgyit igényel a vasbeton szerelés, mert ott azon a rajzon elmenni, és azt ott a vasbeton nagyon nehéz munka, iszonyatos nehéz munka, kitéve a időjárás viszontosságán a hóbor sárba húzni a vasat, szerelni össze, hajolni egész nap, és eligazodni azon a rajzon, szóval ez egy nagyon-nagyon jól fizetett, és nehéz munka, borzasztó nehéz munka. És oda nem, egyszerű szerkezetben nem nagyon kellene, mert ott gógy is kell. És ez a szekció, ez az albánoké. Tehát az albánok azok, akik a vasszerelést általában csinálják. Általában a jó vasszerelő az albánok. Aztán van egyéb munkák, mint a pipe layer, úgyhogy a pipe layer az csőfektető. Mint ahogy a layer, a lee, az fektet, a pipe, a cső, az csőfektető. A brick layer, az meg a köműves, a téglafektető. Tükörfordítása magyarul, téglafektető. Csőrakó, mert az meg csőfektető. Na most a csőfektetők általában románok, vagy angolok, kevés számban, akik vannak, de általában románok a csőfektetők, meg még albánok is előfordulnak, meg a slabs és curbs fektetők. A curbs a szegélykő, a slabs az már a járdalap, tehát a járdalapokat, amiket fektetnek. Azok már általában román-albán indiai vegyes felvágott. Aki arra szakosodott, az tudja csinálni. Most ezek azok az emberek, akiket ha nem találnak, megtaláljanak egy munkaterületen, de nincs a munkájuknak mondjuk a csőfektetőnek, vagy a szegélykőfektetőnek, járdalapfektetőnek nincs a munkájuk, azra simán behozzák lapátolni. Tehát van munkájuk, akkor ők valamennyivel több pénzt is kapnak egyébként, hát ha jól csinálják a munkájuk, és így szakosodva vannak, ők több pénzt is adnak, mint a sima lapátos emberek.
nincs külön szakma erre, tehát nincsen erre, ezekre most a betonozó, nincs ilyen szakma, hogy betonozó. Ezek nem, mert szerintem a vastedése sincs, az gyors talpaló van szerintem. Nem hiszem, hogy külön szakmunkás is lenne rá, nem tudom, de lehet, hogy van. Nem tudom. Itt biztos, hogy nincsen, mert itt nincsenek ilyen nagy három éves szakmunkás iskolák. Na mindegy, nem ez a lényeg, hanem ha ezt csinálják is valaki, és nincsen külön papír rá, meg ezért csak ért a szakmájához, akkor többet is kap. Például a dömperesektől is elvált, hogy lapátoljanak egyébként. Hiába van neki dömper driver jósítványa, ezekkel, akik a kis dömperekkel vannak, azokat elvárják, hogy az a brand workek is egyben, meg dömper driverek is egyben. A nagy dömperesektől már nem várják el, akik ezek a nagy háromtengeres dömperesek, akik már úgy húzza maga után a platóját, az a derékcsuklós gépek, azokban nem lapátolnak. Meg a gépkezelő sem. Hát azért mondom, hogy elég jó szakosodva vannak ezek a dolgok már, de már ugyanez megfigyelhető például a gipszkartonzóknál is, hogy ott is vannak már olyanok, akik csak a vázat csinálják, a másik fele meg csak a lapot rakja. Tehát mindig próbálnak egy munkafogásra ráállni emberek, és akkor azt jól begyakorolni, azt csinálni. Na. Hát meg leszünk itten, kérem szépen. Ez a gép, most néztem egyébként, ez a tábláját, neki 22.300 kiló, tehát 22 tonna, nála egy kicsit több. 200 lóerős motor van benne, és 2004-es gyártmányú, 14-es, 2014-es gyártmányú, azt hiszem. Úgyhogy 5 éves. Úgyhogy hát meg lesz ütten szerintem. Meg lesz ütten, kérem szépen. Megbeszünk itten. Nem bánnám, hogy a darabig kitart ez a munka, mert nincs messze. És jó az út. Útja, nagyjából. Na. Lesz ide a papucsokat a másik gépre. Mert erre is foglak. Nem örülnék neki. Ilyen új betételet, most vadonatőrök, most teszik rá. Hát egy erre is tennének, nem nagyon örülnék neki, megmondom úgy, hogy van. Mert kibaszott hamar elhullatja. Egyszerűen egy fordulásnál lehullik róla. Pedig gyanítom, hogy erre is teszem, mert ott van két ládával. Ott van két láda ilyen papucs. Eltételezem, hogy nem véletlenül hozták ide. Mindenféle ilyen harapóval harcolnak. Mindenféle ilyen betonharapó, kisebb-nagyobb. Azt a kurva, micsoda szerkezetek. Ez egy 30 tonnás dúzen. Az egy kisebb harapó, amivel most küzd, ez már egy nagyobb.
egy 320 tonnás gépem van. Így néz ki egy ilyen harapó. Ez egy 380-as Hyundai. 38 tonnás Hyundai.